köszöntöm kedves vendégeinket a Hajósi Barokk Kastélyban, Halász Kornélia Hajósi festő időszaki kiállításának megnyitóján. Régi vágyunk teljesült azzal, hogy Kornéliának bemutathatjuk alkotásait a kastélyban. Annál is inkább örülünk ennek, ugyanis egyrészt a jelen körülmények azt is kétségesítették, hogy a megnyitót meg tudjuk-e rendezni. Ugyanakkor az idei évben a kastély földszinti termeinek kiállítási anyaga megváltozik, tehát valószínűleg Kornélia kiállítása lesz az utolsó, amelyet az időszaki kiállítóteremben láthatnak. Most pedig kedves vendégeink, kérem önöket, hogy hallgassák meg Solymosi Lilla, Szegedi Konzervatórium 10. tanulójának, Liszt Ferenc Szerelmi Álmok című darabját.
hölgyeim, uraim, Nellike! Szomorúság, de nagyon régóta ismerjük egymást. Az volna az igazi, hogyha az a 40-50 évvel ezelőtti énünk valahol előkerülne. Na de a dolgom az, hogy megnyissam ezt a kiállítást. Sokat gondolkodtam, mit lehet tenni, mit kell mondani. Van egy görög mitológiai mese, legenda, hogy valamikor emberek, állatok úgy éltek egymással, hogy mindenki rendkívül hangos volt, mondhatni azt is, hogy ordibáltak egymással. És ebbe az egyik kis ilyen ordibáló közösségbe vele született egy nagyon szép kislány. Úgyhogy azt tartották a népek, hogy ez Afrodité küldötte, mert annyira szép volt. De a hangja az elviselhetetlen volt, úgyhogy úgy is csúfolták, hogy ő a szekérkerék hangú kislány. Anyukája ezt nagyon-nagyon restelte és szégyelte, és imádkozott Afroditéhez, hogy tegyen valamit. És Afrodité leküldött egy lovagot, akivel meglátták egymást, és rögtön egymásba is szerettek. De a kislány nem mert megszólalni, mert félt, hogy mi lesz akkor, hogyha a lovag meghallja a hangját. És akkor a fiú elkezdett hozzá suttogva beszélni. És ő is suttogva válaszolt. És a suttogás elterjedt ebben az ordítozó faluban, és minden jóról, szépről suttogva kezdtek beszélni egymással az emberek. A mai világunkban, ahol akarva, akaratlanul kellően, kevésbé kellően ordítunk egymással, van a társaságunkban, a környezetünkben egy hölgy, aki lehet, hogy megtanítana minket suttogni. Suttogni egymáshoz, mert az ő képei azok nem kiabálnak, nem mondják azt meldöngetve, hogy én vagyok a világművésze, hanem szépen suttogva érkezik ide a kiállítóterembe, szépen suttogva alkotódik, teremtődik, úgy, ahogyan elél, halkan, szépen, tisztességben és suttogva. Valamikor a munkám kapcsán nagyon sokat kellett járnom Erdélyben. És abban az időben, lehet, hogy még ma is így van, úgy közlekedtek az emberek, hogy stoppoltak egyik faluból a másikba, és kiálltak a falu szélére, és minden útnak megvolt a maga tarifája. És egyszer jöttem az egy ilyen esős időben, és Szent Ágotán, meg másik két faluban fölvettem három román öregembert az autómba. Esett az eső. Nem tudtunk egymással egy szót sem váltani. És amikor beértünk Nagyszebenbe, kiszálltak az autóból, az egyik bácsitól kaptam két almát, egy másik nagyon idős bácsi, aki már ilyen reszketősen beteg volt, az meg kezet akart nekem csókolni. Belehaltam. Méltatlanul kaptam volna kézcsókot. És én méltón átadom neked. Gyere! Isten éltesse! Nézzék meg a kiállítást!